1769-ben, azaz 250 évvel ezelőtt épült Mikóháza görögkatolikus temploma. A közel 500 fős településen mintegy 100 református, illetve mintegy 400 görög és római katolikus hívő él. Ez utóbbi vallási közösséghez tartozók felváltva tartanak szentmiséket és szentliturgiákat ebben a templomban, így itt még fontosabb szerepet tölt be. Az épület több alkalommal is leégett, de minden esetben újjáépítették. A legjelentősebb karbantartási munkák 1902-ben, 1967-ben, majd 2000 és 2001 között voltak. Az ünnepi szentliturgiát követően dr. Orosz Atanáz megyéspüspök híradónknak elmondta, a kis települések életében jelentős szerepet töltenek be a vallási közösségek. Biztos, hogy a gondviselés különleges csodája ez, hogy évszázadokon át sikerült mindenféle viszontagságon át túlélni a nehézségeket, és Isten kegyelméből közösségnek megmaradni. Nem tapsoltam olyan nagyokat, hiszen ma törékeny ez a kis közösségünk, és mégis biztos vagyok benne, hogy a gondviselés segítségével ezeket a jelenlegi nehézségeit is túlélheti, és szépen megerősödhet. A fogyatkozó létszám az a gondot okozó nehézség, amellyel szemben valóban a kitartásra biztattam a híveket és a megmaradásra a közösséget. Akik itt helyben templomba járnak, azok számunkra a jövő reménységei, és erősítik a közösséget. Én is bennük bizakodom, és itt templomban való megmaradásukban. Badolócki Emély János parókus hozzátette, szimbolikusan és szűkebben vett értelemben is központi szerepet tölt be a régióban a Mikóházi templom. Kerestem mindig az okát, és átmentem Szlovákiában a határon túlra is, és mindenhonnan én a környező községből, Füzéradványtól kezdve Csörgőn keresztül odaátról, mindenhonnan látszik a mi templomunk. Amikor 2000-ben a torony réze lett befedve, akkor ott szóltak nekem, hogy mi van Mikóházán, talán aranyat raktunk a templomra. Hát nem a rész, amikor egy pár évig fény lett, aztán bematult. A templomi búcsút követően közös beszélgetésre is várták a meghívott vendégeket és a híveket.